Bizottságának a nevében is. Egy társaságban, hogyha lakik egy problémás pár vagy család, arról mindenki hall és mindenki tud, és előbb-utóbb erről beszélnek is. De ha ugyanebben a házban lakik 10 másik olyan család, akik egyszerűen csak élnek, dolgoznak, nevelik a gyerekeiket, ez nem lesz beszélt téma. Richard Kane-nek és feleségének Máriának 23 évvel ezelőtt az volt a célkitűzése, hogy legyen az évben egy olyan hét, amikor a házasságról úgy beszélnek, amikor annak a pozitív oldalát hangsúlyozzák. Hogy miért jó a házasság, annak ellenére, hogyha vannak is hosszú sikerült házasságok. Miért jó a gyerekeknek egy olyan családban fölnőni, ahol ott lakik az édes szülei, édesapja, édesanyja. Miért jó az egészség szempontjából, hogyha együtt maradnak, és hogy lehet ezt megvalósítani. Ehhez szerettek volna vizsgálatok eredményeit és sok életpéldát adni. Ez a mozgalom azóta 21 néhány országban működik, és a házasság hetét több millió ember ünnepi most már. Ha visszagondolok a 12 évvel ezelőtti helyzetre, és akkor azt mondta volna nekem valaki, hogy egy olyan országban, ahol a népesség, hogy mégis az évente kötött házasságkötések száma egy évtized alatt másfélszeresére nőhet, akkor ezt nem hittem volna el. Pedig ez történt olyan szempontból, hogyha az adatokra figyelünk, akkor 2010 és 2016 között csaknem másfélszeresére 35.000-ről közel 52.000-re nőtt a házasságkötések száma. És a legfrissebb adatok szerint is az elmúlt év első 11 hónapjában is volt egy szerint 1%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Ez engem arra enged következtetni, hogy nem kampányszerűen történtek a házasodások, hanem valamiféle tartósabb elköteleződésnek az eredménye. Meggyőződésünk, hogy ennek a változásnak nem csak az adókedvezmények az okai, hanem a házassághete mozgalomnak is a pozitív hozadéka. Sikeresnek mondható az a gyakorlat is, hogy legalábbis Magyarországon a házassághete szervezőbizottsága minden évben kiválaszt egy olyan házaspárt, akik úgymond ennek az ügynek a nagykövetei vagy arcai. Idén ez a házaspár itt ül velünk, dr. Borodá László és Krista, és ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy vállalták ezt az önkéntes munkát, és a nagyon sok ezzel járó terhet. Nagyon fontosnak találjuk ugyanis, hogy elérhető közelségbe hozzunk az emberekhez pozitív példákat. A házasság hete rendezvény sorozatai két részből állnak össze. Egyrészt vannak a központi rendezvények, amelyet a szervezőbizottság szervez, és mi biztosítunk egy internetes felületet, ahol akik ezekkel a célokkal egyetértenek, kapcsolódni lehet országszerte és határon túl ehhez a kezdeményezéshez. Így közel 100 településen a február 10 és 17-e között már mostani feltöltött programok alapján több mint 200 program közülük lehet válogatni. Ahogy hallottuk, a központi programoknak a fővédnöke Herceg Anita, a köztársasági elnök úrnak a felesége. Nagyon változó életkörülmények között élünk, és különösen az utóbbi években a közösségi média nagyon mélyen belenyúl az emberi kapcsolatokba, amelynek a hatását a házasságban is érezni lehet. Azonban az a nagyon mély emberi igény, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol minket szeretnek, tartósan, feltétel nélkül nekünk megbocsátanak, és elkötelezettek vagyunk egymás iránt, ezek az emberi vágyak most se változtak. Tehát miközben az életkörülményeinkben haladni kell a korral, az örök értékekhez ragaszkodunk el. A korral való haladásnak egy jele az is, hogy igen először egy olyan online tréninget is indítottunk, házasságstart néven, ami a mai digitalizáló nemzedék számára az ő szokásaihoz alkalmazkodva azt a segítséget szeretné megadni ezen a módon is, hogy az ő kapcsolatukban az elköteleződés, az egymás iránti szeretet
ilyen módon is fejlődjön, megtanulják azokat a készségeket, amelyek a jó házassághoz szükségesek. És egy befejező gondolat, tudjuk a szervezőbizottságban azt, hogy a házasság nagyon sokaknak fájó gondolat és emléket is jelent. Ezzel együtt értünk. Mégis azt gondoljuk, hogy a házasság nem csak a házas párok érdeke, hanem a jó házasság egy egész országnak az érdeke, azoknak is, akik nem élnek házasságban, mert az egész közösségnek a jelene és a jövője nagyon a stabil házasságokon, emberi kapcsolatokon, családokon alapszik. Hívunk át a házasság hetében mindenkit, akik házasságban élnek, hogy erősítsék meg egymás felé elköteleződésüket, mutassák ki a szeretetüket valamilyen új módon, és kívánjuk, hogy ebben segítségül lehessen a házasságkete könyve, a házasságkete alkalmából, ami magazinnak megjelenik, házasság külön száma, vagy éppen az említett élmény, és válogassanak azok között a programok között, amelyek segíthetnek abban, hogy aki jó házasságban él, az is élhessen jó. Köszönöm szépen!